A lista vezető az igazolt a válogatott futballkapus. A Borsodi bányászból induló egykori Koszta János már a Vidóton 1985 es UEFA döntős csapatában is ott volt, a Váccal bajnok lett, a BVSC-vel ezüstérmes, de ma sem bírja abba hagyni, így 53 évesen a megye kettes taksonyban véd rangadókon, ők listavezetők. mellette dolgozik és kapus is Újpesten, egyik fia is kapus, a finom cselek háló a vendégünk, mindörökké kapujeligére. Szia, jó reggelt kívánok! A nézőket. És hát az, ez jól hozta ki az élet, hogy így feltudtam ezt az előző Sevilla meccset konferálni, hiszen lehetél -e volna majdnem Sevilla kapus, is Diego Maradónával együtt, és akkor innentől kezdve mindenki a ti köpönyegetekből bújt volna elő, és innen jön a Diego Costa is, nem? Hát lehet, nem tudom, de sajnos nem. Nem így hozta a sors, mert valuta kérdés volt csak, az egészben, mert az egyik vezetőm az megegyezett az összegbe márkába, a másik vezetőm, mikor már idejöttek, hogy a szerződés megvan, minden, tényleg megegyeztünk mindenben Szeviával, és akkor a másik... Ez még a Váca történt. igen, uh -huh. és akkor a másik vezető pedig azt mondta, hogy nem márka, hanem dollár. Hát szóval akkor még volt egy kis eltérés, de hát eh, ahogy hallottam, a menedzserek mondták, hogy ahogy meglátott a Szevia, akkori elnöke, rögtön azt mondta, hogy neki ez a kapus kell, hát 195 centi magas, 97 kiló voltam akkor még, és azt mondták, hogy hát mindenképpen. Hát hogyha akkor azt mondták volna, hogy dollár is nem már, akkor, akkor kint vagy és pont akkor igazoltad a Diego maradon, hát azt mondani se kell, hogy mekkora élmény lett volna vele egy csapatban futballozni, de hát nem így hozta a sors. Hát meg neki ki Én passzolgatni hátul, nem? Egy-két egy, egy húzással kihozod, és aztán már is helyzetbe hozod maradó. Igen, volna. hát a mai napig emlegetik azt, hogy én cseleztem, meg mi egymás, hát, hát hozzá kell tenni, hogy én 2 mezőnyben is játszottam a Borsodi bányászban. Ha, ö, hamis igazolással kellett egy időben, nem? Hát amikor még gimnazista voltam, igen, hát akkor, akkor kénytelen voltam, mert akkor kosárlabda volt a gimnáziumban fontos, és hát hamis igazolással futballoztam mezőnybe, és utána ként is ragadtam mindaddig, amíg az egyik bokám nem fordult ki, utána a másik, utána, jó, visszamegyünk a kapóba, mert nem bírta a terhelést. Na most, hogyha a mai fociba körülnézek, akkor egyébként még könnyen lehet, hogy felfigyel majd rád az, az, AS Róma legendás csemester, ez Denek Zeman, mert ő például Martin Stekelenbörgöt, a holland kapust azért mellőzi, és azért hozott egy fiatal urugváit, mert nagyon szereti, csak az olyan kapusokat szereti, akik lábbal nagyon jók. A mai labdarúgásban óriási kitétel. Most már akárhova megyünk a profi labdarúgásba, főleg Angliába ez, hogy először azt nézik meg, hogy mit tudsz lábbal. Nem is érdeklik, hogy hogy tudsz védeni, hogy mit tudsz lábbal. Akkor te megvisszed legelőször... a korodat, nem? Hát igazság szerint meg, de bátorság is volt azért elvállalni a cselt hát abban az időben, de hát akkor még ez újdonság volt, úgyhogy hála jó Istennek nagyon ették a csatárok, mert hát nem gondolták, hogy csel lesz. És megmondom őszintén, hogy a mai labdarúgásban már a kapusa az, az egy, hogy mondjam, ötödik hátvéd, tehát alapjában majdnem, hogy ő tölti be a söprögető szerepkörét, ami, ami régen volt. Egyszer egy origónak adott interjúban olvastam, hogy, hogy egyszer nem akarták cselezni, annak meg egy jó kis csangpoén lett a vége. Hát igen, mert Zalaegerszegen voltunk, és a Nagy Tibi hazadta a labdát, én meg vártam, hogy lépjen ki valahol, hogy visszapasszoljon. Hát kettő egyre vezetett már akkor, és két perc volt hátra a Zalaegerszeg, és nem lépett ki, és láttam, hogy a csatár rám rohan, hát mondom, akkor elrúgom felette csak én felugrott, és így tarkon rúgtam, és ahogy így perdült meg, pont mellém esett lett, de csak arccal a kapunak, a labda meg fölöttem elment, elvitte, és akkor mondta a Csanka, megszokott a Jani, a megszokott módszer, azt, hogy Jani, hát most kellett volna cselezni. Hát mondom, mester, hát mindig azért csaszogat, hogy cselezek, hát akkor, akkor már nem tudom, hogy mi a jó. Egyébként ma is, mind a mai napig, hogy védesz, megcsinálod ezeket a trükköket? A fiatalokkal szemben igen, bátran bevállalom, de az idősebbekkel nem, mert azok már várják a csát. azok már várják, hogy a Persze, hogy várják, a, a pályának, akkor várják, de amikor látom, hogy egy fiatal rohan felém, akkor megcsinálom a lövőcselt, ugye felugrik, és megfogom a labdát, és tovább de már ritkább a csel, mert azért óvatosan kell vele bánni. Azt mondják János, hogy a csúcson kell abba hagyni. akkor ez még nálad nagyon messze van, nem? Hát, hogy a feleségem szavaival éljek, hát már körülbelül 25-ször hagytam abba, amióta abbahagytam az aktív labdarúgást de mindig akadnak barátok, ismerősök, akik mondják, hogy gyere létszősen is segíteni, és hála jó Istennek, eddig segíteni is tudtam. Hát remélem most is tudok majd segíteni, és körülbelül a, amióta 40 évesen abba hagytam a profi labdarúgást, összességében egy éven volt, ami pihenő, a többi az mind olyan volt, hogy hát össze uh -huh. az egészet. Tehát ilyen fél éveket pihentem, vagy, vagy, vagy két hónapot pihentem, és akkor utána már jöttek, hogy Jani, gyere segítsél, mert kapus gondok vannak. Hát ugye most egy olyan csapatba kerülsz, hogy milyen csapat is ez? Azt néztem, hogy az edző, Hignez Zoltán azt mondta, hogy erősségünk például, hogy van többek között egy Mészáros Danink, aki so sorban rúgja a gólokat, gyengeségeink nincsenek. <laughs> az egy, ez egy vidám társaság akkor, nem? Nagyon jó társaság, hát én Dunaharasztin futballoztam a nagy részével, és hát onnan ismertem a Hegel Zolit is, mert ő a söprögető, és hát ő is szeret cselezni a söprögető létére. De körülbelül 6-8 játékos van, akit ismerek, és általában mindig úgy mentem csapatokhoz, hogy teljesen tök idegen társaságban nem szerettem bemenni, mert nem tudtam, hogy milyen társaság. Ezeket is ismerem, a taksonyiakat nagy részét, és, és, és hát örömmel vállaltam el mind a mellett, hogy már nagyon elgondolkoztam rajta, tehát ugye hát márciusban már 54 éves leszek, és hát csak mondta egyszer nekem, hogy Jani, hát maga a kapuból fog kihalni. Én de kezd igaza lenni, bár Tesszük? kezd igaza lenni, nem? Hát egyre közelebb van az igazsághoz, de azért tudni kell abba hagyni is, mint hogy a profi pályafutás is abba tudtam hagyni, szeretném korrektül abba hagyni a amatőr pályafutásomat is, és hát valószínű, hogy már a nyáron szeretném abba hagyni, Hát, ha csak nem jön egy újabb ajánlat. <laughs> Na most, mi az, ami, ami még mindig vonzó benne, meg mi az, ami egyébként fizikálisan is erőben tart éged, és ami nem kopott meg egyáltalán, vagy nem nagyon? Hát, ami vonzó benne, az maga a labdarúgás. Aki nem szere, Szóval nagyon sok, sajnos olyan fiatal van a mai labdarúgásban, aki csak a pénzt nézi benne. Tehát a szeretet az kevesebb. Hát mi még imádtuk a labdarúgást, mert akkor volt kiválasztás, kiválasztódás. Akkor még, hogyha egy gyerekeknek volt egy ilyen tehetségkutató, oda 150-200 gyerek elment, tehát össze kellett rakni 10-15 csapatot és játszatni őket, hogy ki tud választani. Most, ha van egy kiválasztás, ha három-négy ember összejön, már összeteszi az edző, meg az egész vezérkor a kezét. Szóval teljesen más volt, teljesen más milliőbe nevelkedtünk, bennünket a futball szeretete éltetett, mert akkor még nem volt annyi pénz a futballba. A másik pedig, hogy a fizikálisan? Hát azért heti 19 órát edzést tartani azért az nem kevés. Hát mert hogy tegyük hozzá, hogy te Vácot rendesen dolgozol, műszaki fronton, aztán a, utána mész Újpeste kapus edzősködni. Hát igen, minden hétfőkkel csütörtökön úgy telik, hogy ugye 5-50-kor kell, tehát fél 5 kor van minden nap. 5-50-kor csekkolok, nagyon jó kollégáim vannak, nagyon jó munkatársaim vannak, megmondom őszintén, hogy nagyon jó hangulat van bent, és hát jó munka folyik, hála jó Istennek, és a három, vagyis két órakor, mikor kijövök, akkor egyből kocsiba vágom magam, és három órától este nyolcig edzéseket tartok Újpesten. Hát az akárhogy nézem, három nap alatt 15 óra, azért az nem kevés, és hát ott, ott gyengébb fizikai állapotban lehet, hogy én esnék össze, nem a gyerekek. Azt mondd hogy pályafutásod során ki volt neked a kedvenc védőd, aki, előtt, aki előtted játszott, akivel a legjobb volt együttműködni, hiszen a kapusnak, meg főként a középső védőnek kulcsfontosságú tud lenni a kapcsolata Hát a profi pályafutásom során, megmondom őszintén, hogy én szerencsés alkat voltam, mert mindig olyan csapatba kerültem, ahol, ahol a tenni akarás, a tenni vágy az nagyon nagy volt, és hát ha akár a videóton nézem, ott a diszilakcika, a csuhai, a végtibi, a, 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 a Horváth Gabi nagyon jó védelem volt. Szenzációsan összeszokott védelem, élmény volt mögöttük védeni, tényleg csak a lecsorgókra kellett odafigyelni, a Vácban is nagyon jó védelmen volt, a Nagy Tibivel ő irányított, a Szalai Attila, Aranyosi, téleg tényleg, csak jó katolok, Hánárpi, tényleg, de mind edző is. Szóval érdekes módon mindegyik egyik edző, tehát úgy mennek végig, sőt, hogyha végignézünk a Vácon, talán a 80% a edző. És hát a BVSC-ben ott váltott védők voltak előttem, a Szalma, a Csábi Józsi, és, és, és hála jó Istennek mindenhol elfogadták, amit mondtam. Uh -huh. Nagyon fontos az én szememben legalábbis, és ezt is tanítom a kapusoknak, hogy nem, nem az a jó kapus, aki tetőtől talpig sáros, és úgy jön, hoza, vagy úgy jön le a pályáról, hanem úgy, aki teljesen olyan tiszta szerelésbe jön le, mint amiben felment, mert az jól irányította a védelmet. Tehát a szótlan kapusok, azok, azok, azok sajnos, sajnos nagy sikert nem tudnak elérni. Hát János, még elhallgattalak volna, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és hát reméljük, hogy azért még a nyáron is jönnek az ajánlatok. Addig meg egy bajnoki címet akkor a taksonja. Hát nagyon szeretnék megnyerni a bajnokságot, és hát szeretnének feljutni az ember, hát én is szeretnék természetesen feljutni a megye egyben, és hát próbálok nekik segíteni, és köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm, hogy itt voltál.